Sokszor hallani azt a népszerű tévhitet, hogy a régi idő szittyei itt elést bőven a helyi köztársaságot és a szitbirodalmat jóval nagyobb hatalmat birtokoltak, mint azon egyének, akiket a filmek idején láthattunk. Figyelembe véve, hányszor buktak el és élettek újra a szitek, egy dologban voltak végül közösek. A sötét oldalban. Darth Plagueis a bölcs és a régi köztársaság szit úrnője Darth Rhea is úgy gondolta, hogy a régi idő szittyei a földbe döngölték volna a saját korú szittyeit. Ez figyelemre méltó, pláne úgy, hogy Darth Bane azért hozta létre a kettő szabályát, hogy így a szitek generációra generációra erősebbek legyenek. Mint Rhea és Plagueis az olyan személyekre gondolt, mint Tulak Horde, Naga Sadao vagy éppen Mark Ragnos. Ezek a személyek koruk legmeghatározóbb alakjai voltak, és környezetükben abszolút dominanciát mutattak, olyan hatalommal bírtak. Szóval ezeket a tényeket figyelembe véve, nézzük meg, van-e abban igazság, amit Darth Rhea gondolt, és vizsgáljuk meg, valóban erősebbek voltak-e a régi idő szittyei, és mégis miért gondolhatták így. Na akkor vegyük is rövidre. Igen. Köszönöm, hogy megtekintetted a videómat. Ha tetszett, lájkolt. Van igazság ezekben a kijelentésekben, ám alapvetően hibás gondolaton alapulnak. A hatalom vagy erő kifejezések igazán félreérthetőek. A korszak, melyben az ősi idő szittyei éltek, egészen eltérő volt a filmek idején élőkétől. Az eredeti Sith faj, a tiszta vérűek, amikor rájuk találtak, a Jedi rendből száműzöttek, még zabolázatlan barbárok voltak. Nyers erők munkálódtak bennük, és természetellenes módon tudták érzékelni a sötét oldalt, ami azonnal felkeltette a sötét Jedi érdeklődését. Nem véletlen tehát, hogy a korai szitek is közülük kerültek elő, később pedig a leszármazottjaik, akik még mindig rendelkeztek eredeti Sith vérrel, lettek a leghatalmasabbak. Ez volt a szitek aranykora, melyre Treja is hivatkozik. A Sith faj asszimilálódása után és a technológiai fejlődésük lévén hamar olyan értelmi szintre jutottak, hogy megkezdték az erő rejtelmeinek megfejtését. Ezáltal olyan képességre tettek szert, mely ezelőtt varázslatnak vagy mágiának tartottak. Ezek az időszakok háborúkkal gazdagon voltak tarkítva, melynek következtében mindenkinek minden percben maximális teljesítményt kellett nyújtania, ugyanis aki nem volt elég erős vagy éber, nem éli meg a holnapot. A Sith faj és a sötét Jedi kereszteződése lévén jöttek létre a félig még Sith vérvonalra rendelkező személyek, úgy mint Mark Ragnos és Naga Sadao. Ők mi birtokolták azt a nyers kapcsolatot a sötét oldallal, ami a későbbi leszámazottjaiból kihalt, és mégis tudta parancsolni az erőnek a sötét Jedi tanításai lévén. Ezekben az ősi időkben az általunk ismert Poden fénykardot még nem találták föl, helyettük a sötét oldallal átitatott szabjákat használtak. Nem véletlen tehát, hogy a párbajok nagyja a legtöbb esetben nem is fizikai küzdelem volt, hanem a mágia és az alkimia jártasságának összemérése. A korai fénykardok megjelenése után a Jedi és a Sith rend is nagy hangsúlyt kezdett fektetni az új technikák tanítására, így az olyan képességek, mint a harci meditáció, illúziók alkotása, stb. Kezdett a feledés múltjába veszni, hiszen a nagy háborúk idején a harcmezőn kellett szolgálni, ahol ezeket nem lehetett bevetni. Darth Bane kettő szabálya kimondja, hogy a szitheknek úgy kell erősebbnek lenniük generáció múlásával, hogy nem csupán a sötét oldalt használják fel céljuk elérésére, hanem egyéb eddig ismeretlen eszközöket. A vagyoni és politikai dominanciát. Pénz és információ lévén bármit képesek elérni, és láttuk Palpatine is végül mire jutott ezen kettő komponenssel. Mivel bujkálniuk kellett a Jedik elől, a szitek sokkal nehezebben tudták fejleszteni képességeiket, és a harcok nagyja nem is a Jedik és a szitek között ment végbe, hanem felbére csapatok ellen. A klónháborúk, de sokkal inkább az azt megelőző időszak nagyban hasonlít a hidegháborúra. Az USA és a Szovjetunió hivatalosan sosem harcolt egymással, ugyanis az világmértékű konfliktussal eszkalálódott volna, így mindig csak fegyvereket és pénzt investáltak az általuk támogatni kívánt frakciónak. Pontosan ez a helyzet a szitekkel is, így a mágia, alkímia, valamint sötét tárgyak elkészítéséhez szükséges képességeket részben szándékosan, részben akaratlanul, de elveszítették. Ez felfogható a Sith és a Jedi rendben belül is egyfajta elbutulásnak, de talán jobb szó a beszűkült látásmód. Korábban nem voltak nagy háborúk, így nem volt értelme oktatni a harci meditációt. Elkezdődött a klónok háborúja, és azonnal az egyik legjobban támogatott képesség lett, hiszen rövid időn belül nagy szükség volt rá a harcmezőn. Nagyjából ez történt a Sithekkel is, azzal a különbséggel, hogy a filozófiájuk miatt a tudásukat nem osztották meg más Sithekkel, így ami megmaradt nekik tapasztalat és ismeret, gyakorlatilag a harmada volt, amit birtokoltak az aranykorban. Mielőtt nekem estek, félreért is ne történjen, saját véleményem szerint is láttátok korábban, hogy Vader Malgus ellen győzedelmeskedett a Versus videókban, és ha már korábban emlegettem Naga Sadaót, a Jedi renden belül akár Mace Windus elverheti egy-egyenlen harcban, tehát láthatjátok, hogy ez nem annyira egyértelmű, hiszen a kettőjük küzdősírusa annyira eltér, hogy amelyik rábírja erőltetni a sajátját a másikra, valószínűleg azzal már is győzött.
Ettől függetlenül remélem érthető volt ez a videó, és válaszul tudtam szolgálni a kérdéseitekre. Ha netán valamire nem tértem ki, akkor nyugodtan rúgjatok fenékbe. A legközelebbi videóban pedig találkozunk. Addig is az erő legyen veletek. Mindig.